Sziasztok! Rikári vloggal jelentkezem. Itt vagyok a Parajosban, itt a Dzsumbújban. És hát mindjárt megmutatom, hogy milyen apropóból vagyok itt. Ugye mögöttem a vágány. Ez, ha megnézitek, egy kicsit, ha közelebb tudok menni, akkor ez egy villamosított fővonal. Ez a Dombóvár-Kaposvár-Gyékényesi fővonal, de itt nagyon rossz a fény, úgyhogy arra nem fordulok. És hát mögöttem pedig a gyönyörű természet. Itt halad ez a fővonal a Kapos völgyében, gyönyörű környezetben. És hát egy érdekességet mutatok meg nektek. Nevezetesen itt a Kaposvár és Kaposmérő között, Kaposvár határában található egy elhagyott bakterház. Hát ilyen láthatósági kukás mellényben vagyok, mert hogy nem tudtam, hogy hogyan lehet a helyszínt megközelíteni, és a vágány mellett kellett besétálnom nagyon óvatosan. Ezt azért ne csináljátok utánam. Nagyon nagy odafigyeléssel és korábbi vasúti tapasztalattal ezt megmertem tenni. Hát nem volt túl kényelmes, mert hogy azt még a vlog csatornán sem meséltem, hogy egyik nap belerúgtam a szegélybe a szálláshelyen, ahogy mentem a fürdőszobába, és eltört a lábujjam, úgyhogy óvatosan tudok csak járni, hát nem volt kellemes a bagi kövön menni, de hát nem akartam ott a simább részén, ugye a talpfákon a sinek között lépkedni, mert az igen baleset veszélyes, tehát nem szeretném, ha elütne a vonat. Ti se tegyétek, és elsodrási határon kívül közelítsétek meg a vasúti helyszíneket, és a veszélyesebbnek ítélt helyszíneket inkább hagyjátok Rikárira. Mert Rikárit úgyse bassza el a vonat, mert Rikárinak 7 élete van, úgyhogy én sétálhatok, én se sétálok a sínek között egyébként. Na, és akkor itt ez a kis őrhely. Ennek az érdekessége az, hogy Dombóvár és Kaposvár között ott önműködő térközbiztosító berendezések vannak, tehát térközös a pálya. Kaposvártól viszont kifelé, Gyékényes felé állomástávolságú közlekedés van most. Viszont annak idején Kaposmérő és Kaposvár között térközi követés volt, és biztosított Siemens blokkos térköz volt. Hát ennek az egyetlen nyoma ez a bakterház, ez a térközőrhely, 4-es számú őrhelynek hívták. Itt, ahol ez az ajtó ide be van dobva a gödörbe, és kinő belőle a fa, itt volt régen a bazár, a blokk, ugye, ezt tekergette a bakter, és hát gondolom valahol ott ülhetett, ott lehetett neki egy asztal, meg a telefon, és ugye jelentette telefonon is a vonatot, ha éppen kellett, illetve hát ott tudott a szomszédok állomások forgalmi szolgálattevőjével kommunikálni, de maga, ha jól tudom, akkor itt biztosított térköz volt, hiszen az egész vonal innen Kaposvártól lefelé, lehet, hogy nem tudom, hogy Somogyszob meg Gyékényes, talán nem, de itt a középállomások itt mind Siemens blokkos mechanikus berendezések vannak, és hát én szerintem valószínű, hogy ebbe illeszkedett ez a térközőrhely is, és valószínű, hogy blokkos, tehát ez a kurblis tekerős, blokkbillentyűs bizber lehetett. Ha találok képet róla, akkor vágok be belőle. Én dolgoztam ilyenen, de nem tudom, hogy akkor fotóztam-e. Hát ilyen ez a kis őrhely, és az előbb hallottam valamit, de mindig vonatnak hiszem a tücsök ciripelést, mert ugye itt az ívben ciripel a sín, amikor jön a vonat, és bíztam benne, hogy esetleg fölvehetek itt valamilyen tehervonatot, vagy érdekes dolgot, mert hogy magángépek szoktak itt járni tehervonatokkal, de sajnos ilyet most nem sikerült elcsípni, de a két személyvonatot, amit így menetrend szerint elcsíptem itt, azt megmutatom nektek itt a videóban. Hát szerintem erről a helyről többet nem tudok elmondani, úgyhogy nem is húzom az se a ti időtöket, se a sajátomat. Köszönöm, hogy ezt a videót megnéztétek, nézzük a vonatot, ahogy elhalad. Sziasztok! Csüssz!